Folytatjuk Fotósuli című sorozatunkat, mai témánk a sportfotózás. Vendégünk és állandó szakértőnk Várai Mihály, az Újpesti Napló fotóriportere. Szervusz Misi, köszöntök a stúdióban újfent. Szervusz Mátyás, én is üdvözlöm a kedves nézőket. Ugye jobbára eddig olyan témákat fotóztunk itt a műsorban, persze nem kizárólag, amikor a témánk állt, tehát valami nem annyira mozgott, nem annyira volt dinamikus. A sportfotózásnak felteszem, az a lényege, hogy folyamatosan valamilyen dinamizmust kell, valamilyen mozgást kell egy állóképbe megörökíteni, egy olyan pillanatot, ami jellemző, ami jelentős, és nyilván fel kell tölteni egyéb, nem tudom, emocionális dolgokkal is. Igen, a sportfotózás az egy elég összetett műfaj, mert amit említesz, hogy a mozgás az folyamatosan jelen van egy sporteseményen. De gyorsan hozzáteszem, hogy nem, ha jó, érdekes témát akarunk, akkor nem csak a sportnak kell mozogni, hanem a fotósnak is több helyszínről illik megfotózni a témát, hogy ne legyenek unalmas a képek, de majd oda fogunk érni ehhez a témához is, csak gondoltam, gyorsan felvetem. Tehát a sportfotózás a kompakt fényképezőgép tükrében, gondoltam, hogy esetleg hát igen, nyilván, mert igen, ha most ezt kimondom, hogy sportfotózás, akkor eszünkbe jut, vagy legalábbis nekem, az irgalmatlan méteres objektívekkel térdelnek órákig a kapu mögött a fotósok, és várják a megfelelő pillanatot, és így már folyamatosan lőnek, egyfolytában exponálnak, és hát iszonyatosan jó képek jönnek ki, de egy kompakt géppel mi kell ahhoz, hogy mi kell és mi nem kell ahhoz, hogy ezt a mozgást megfelelően tudjam érzékeltetni egy állóképen, a pillanatot el tudjam kapni? Ez egy nagyon jó kérdés, hogy mi kell a sportfotózáshoz. Hát először is egy szándék, hogy elmenjünk a sporteseményre és el is menjünk oda. Akkor kigondolni, hogy egy koncepciót, hogy mit szeretnék fotózni. Adott esetben ez egyébként megvan, hiszen kompakt fotózásról beszélünk, tehát kompakt géppel való fotózásról. Ennek árnyékában ott van, hogy valószínűleg egy család anya vagy egy édesapa elmegy, elkíséri a fiát az edzésre, és ott gyakorol, fotózik arra, hogy majd a versenyen jó képet tudjon készíteni a gyermekéről. Igen, de hogy mit fotózol, hogy átgondolj, ez egy sporteseményen folyamatosan történik valami, tehát folyamatosan ott van a téma, még talán túl sok is. Igen. És itt már nagyon helyesen el is kanyarodtunk arról, hogy tehát nem egy Európa-bajnokságra megyünk, meg VB-re, mert ott vannak a profi fotósok. Egyébként is oda akkreditálni kell. És bonyolult. Na, egyébként tényleg. Be kell mutatni alkalmanként, hogy kinek dolgozom, milyen a múltam, tehát nem egyszerű a történet. Tehát maradjunk kerületi szinten akár, és amit az előbb említettem, hogy elmenni a gyermek edzésére, és ott csinálni képeket, hogy mi kell ehhez. Tehát amit említettem, hogy tudjam, hogy mit akarok fotózni. Jó, megvan a témám, mondjuk. Tudom, melyik a gyerekem, megvan a témám, megvan a sport, ismerem a sportot, tehát mondjuk technikailag. Igen, egy következő kérdés merül föl ezzel kapcsolatban rögtön, hogy fedett helyen van az esemény, vagy szabadtéren. Ha fedett helyen van, akkor azt jó, ha tudjuk, hogy a vakút azt kerüljük, a vakú használatát kerüljük. Nem szerencsés, hogyha éppen egy tripla szaltót egy olyan tornász szemébe villantunk, aki éppen tripla szaltót ugrik. De csak ezért? Tehát nem a képük? Nem, meg is öli a hangulatot, és azért gondoljunk bele, hogy egy kompakt vakunak a teljesítménye az 3-4 méter körül van. Esetleg 1-2 méterrel több, ha jobb kompakt gépről beszélünk. Most egy ilyen fotós esemény, tehát sportesemény, ilyen közel azért nem tudunk menni. Hát gondoljunk bele, a foci pálya szélén vagyunk, ott is hány méterre történnek az események. Tehát egy kell egy teleobjektív például. Tehát igen, de a vakum meg fölösleges is, mert... Az derítésre alkalmasint lehet használni, erről beszéltünk, de nem szerencsés most ott villogni állandóan, zavarja a környezetet. Főleg egy teremben, de nem is jó. Tehát ezt felejtsük el, próbáljuk meg az ISO-t föltekerni 800-ra, vagy a maximumra, tehát attól függ, hogy mit tud a kompaktgép, általában 800 ISO-t tudnak. Tehát ezt föl kell tekerni, ettől bezajosodik a kép, vagy zajos lesz. Ez
sajnos a velejárója, viszont használhatóbb képeket tudunk készíteni. Amennyiben az objektívnek a rekeszét azt 2.8-as értékre tudjuk állítani, akkor igen, tegyük meg, de legalábbis minél nagyobb legyen az átjárhatóságú fénynek. Ugye erről már beszéltünk az egyik előző műsorban, hogy ez egy inverz dolog, hogy én egy minél kisebb számot mondok, ez azt jelenti, hogy az objektívnak a rekesze az minél nagyobbra van nyitva. Tehát hogy minél több fény jöjjön be egységnyi idő alatt. Mi ez az egységnyi idő? Ez meg a rekeszzárnak az értéke, amit hát teremben 400 adra jó, hogyha állítunk. És itt már rögtön el is tértünk, ugye eddig azt mondtam, hogy buzdítottam a lelkes örömfotósokat, hogy automatán fotózzanak, illetve utána nézzék meg a zár, vagy a rekesz elsőbségű automatikát, és most eljutottunk az M betűhöz, az a manuál. De ha valaki nem venni a bátorságot, nyugodtan állítsa sportfokozatra, van egy futó ember általában ezeken a gépeken, állítsa oda, és akkor foglalkozzon a komponálással, úgyis lehet jó képeket készíteni, de hangsúlyozom, vakuum használatát lehetőleg kerüljük. Amit mondtál az imént, hogy fontos, hogy közel hozzuk az éppen az adott eseményt, még ha messze is vagyunk, tehát mondjuk egy úgynevezett zoomolás, hogy ugye mi tévések variózásnak mondjuk, elengedhetetlen, hogy messziről közel hozzam az eseményeket. Igen. Itt arra kell ügyelni, hogy a zoomolásnál lehetőleg a kompagépünk minél nagyobb átfedést tudjon biztosítani. Felejtsük el a digitális zoomolásnak a gombját, tehát azt lehetőleg ne használjuk, pixelesedik tőle a kép csak. Nyilván hasznos lehet valamikor, de mi most maradjunk a manuális zoomolásnál. Amire figyelni kell ebben az esetben, hogy a kézremegést például már egy 400 mm-es objektívnél nagyon nehéz kiküszöbölni. Ki lehet? Átállítom a záridőt, tehát a záridőt ezredre. De ehhez fényviszony kell. Ha fényiszonyban vagyunk, akkor ez állványról lehet megoldani. Gondolom az amúgy itt is hasznos, tehát amit beszéltünk a természetfotózásnál, hogy azért egy állvány itt sem árt, hogyha mondjuk nem mozogsz annyit a fotózás közben. Hát tökéletesen megfelel egy háromlábú állvány, így van, mert a kézremegést például kiküszöböli. Igen. A szabadtéri beállításnál pedig ISO 200-ra állítsuk, itt a zaj megszűnik, a képek zaja az minimális lesz, szinte észrevehetetlen, és a rekeszt már 4-es értékre állíthatjuk, de hogyha jó idő van, akkor ezt a rekesz értéket még lehet szűkíteni, tehát akár 11-16-odra például, mert a szabadtéren például a kék ég akkor jön vissza, hogyha a rekesz szűkebb. Hogy lehet látni olyan képeket, hogy így ki van égve a kép, de tudjuk, hogy hát egy gyönyörű kék ég volt, ez a helytelen rekesz beállítás miatt volt. Amúgy is elég nagy a kontraszt sokszor mondjuk egy szabadtéri foci fotózásnál a zöld fű meg a kék ég között jó idő esetén. Igen, és nem csak itt van a kontraszt, hanem a foci és fején például, ugye? Tehát hogyha nincs, tehát a hátulról jön ugye a fény, a játékos fény, a játékos felől nézve, vagy szemből, akkor be fog bukni a feje nyilván. Itt lehet deríteni, de mondom, nem szerencsés vakuval. Tehát itt lehet, nem olyan feltűnő egy napfényes időben, ha húzunk. Említetted, hogy jó idő esetén, hát itt riogattuk már az embereket a fotósuliban a jó idővel, rendszerint teljesen pokoli téli időjárás közeledett, de egyszer csak megjön, és ami aktuális itt Újpesten, és erről láthatnak képeket is itt a kedves nézők, az a sportparti, a tavaszi sportparti, ahol aztán sportfotó témák tömkelegével találkozhatunk. Igen, hoztam is egy plakátot.
remek témák lesznek. Sokfajta sport, sokfajta esemény, mozgás hátán. Búzdítom az örömfotósokat, jöjjenek, fotózzanak, hozzák a családtagjukat is. Kimegyünk oda, ugye vár egy csomó téma. Te neked nagyon sok olyan fotód van ezek közül, amik, hát értelemszerűen lévén mozgásfotózó, mondjuk a levegőben van éppen az adott a fotó alanya. Ezt miért nehéz elcsípni? Hát fontos, hogy történjen valami a képen. Tehát egy unalmas, tehát egy valaki unatkozik, az is lehet jó kép, mert körülöttem mozgás van, és ő éppen unatkozik. Tehát ez lehet, de általában, hogyha kimegyünk sportot fotózni, akkor ugye a sport, a mozgás a cél, és lehetőleg történjen valami rajta. Ugrik a levegő. Például itt most Takács Márk Újpest arca fut éppen egy tornateremben, a lábai a levegőben vannak, ezzel is szimbolizálva, hogy nagyon gyorsan fut. Tehát ő nagyon gyorsan tud futni, és szinte úszik a levegőben. Vagy a labda játékoknál egy röplabda, ami szintén lesz a sportpartin, hogy a labda lehetőleg szerepeljön a képen, és ugrás közben... Hogy lássuk, hogy mégis miért ugrik alanyunk, nem hát, lepkét mozgás, kerget. Így van, mozgás közben történik a fotózás. Nagyon sok érzelem van, például ezen a fotón, amit itt hátam mögött most láttak, egy kapus elhúzta magát. Szerintem egy bájos kép. Tehát jön felé a labda, és nem ráugrik, hanem így elhúzza magát, jaj, meg ne üssön. Nekem nagyon tetszik, egy emberi kép van rajta. Itt, a levegőben itt például focis. Egy amerikai focis a levegőben, mintha tolná az egyik a másikat. Tehát nagyon jó képeket lehet elkapni.